Szevasztok! A mai videómban sem vagyok könnyű helyzetben. A 38-as lőszernél nagyon hosszan és nagyon sokáig ecseteltem a történetét, és talán ez ma sem lesz másképp. A 22 LR-ről szeretnék egy kicsit beszélni. Ismét nagyon messziről indulunk. 1845 környékén Louis-Nicolas Flaubert megalkotja a 6mm-es Flaubert lőszert, nevezzük lőszernek. Ez tulajdonképpen egy csakpantyú és egy ólomgömb, ami óriási siker a fiatalok, a gyerekek, a céllövöldék világában. Ezt Európában, Észak-Amerikában, és tulajdonképpen nem is használják másra, mert nyilvánvalóan semmilyen visszarúgó ereje nincsen. Célba lövésre kitűnően alkalmas volt. És ez picit tovább gondolom, 1850-es években megalkotják a 22 sortot, ami egy normális hüvely, egy kis pici puskaporral, ólomlövedékkel, és ezzel megszületik Észak-Amerika legrégebbi egybeszerelt lőszere, amit ma is gyártanak. A következő lépcsőfok szokás szerint akárcsak a 38-asnál a 22 long, hosszabb hüvely, több lőpor, és 1888-ban végül megszületik a 22 LR. Az LR tulajdonképpen azt jelenti angolul, hogy long rifle, ki tükörfordításban magyartalanul hosszú puskának fordíthatnánk, de igazából ez azt jelenti, hogy mind a 22-es short, 22 long, ezek kézi fegyverekben, az akkori forgópisztolyokban voltak divatosak. Puskában eléggé pontatlan, egy kellemetlen, nem túl jó használható lőszer volt, hiszen túl hosszú volt a puskacső, a puskapor már régen elégett benne, úgyhogy már a puskacsőben elkezdett lassulni a lövedék, és ez rengeteg gondot okozott. Ezért alkotják meg a 22 LR-t, ami sokkal kedvezőbb aerodinamikai kialakítású magot kapott, több puskaport, ami megdöbbentő módon kézi fegyverben is, puskában is sokkal-sokkal jobban teljesít, és egy igazán remek lőszer válik belőle. Ezt a mai napig gyártják. Mi az, hogy gyártják? A legnagyobb számban gyártott kézi fegyver lőszer, és rengeteg felhasználási területe van. Hát akkor el is érkezünk ahhoz, hogy mit is szeretnénk ma bemutatni ezzel a 22 LR lőszerrel, ami nyilvánvalóan elég sokat szerepelt már a videókban. Úgyhogy lássuk is gyorsan. Van velünk a Winchester cég terméke, ami körülbelül 360-370 m/s sebességgel hagyja el a puskacsövet. Ahogy elmondtam, a 22 LR puskacsőre tervezett lőszer, ebben ég el a legjobban, és itt adja le a legjobb teljesítményét. Ha ezt betesszük egy pisztolyba sokkal gyengébb teljesítmény nyújt, sokkal rövidebb a csöve, és ezért sokkal rövidebb ideig tudja gyorsítani, és a lőpor nem is ég el teljesen. Azonban a Federal cégnél ajánlanak egy 22 LR lőszert önvédelemre. Ezen egy picit álljunk meg, és gondolkozzunk el, ha ezt önvédelemre ajánlják, akkor ezt nyilvánvalóan pisztolyból kellene kilőni. És valóban ez a lőszer 320-330 m/s-mal hagyja el a 10 centis pisztolycsövet. Másfajta lőport töltöttek bele, más a tervezési koncepció ennek az egész lőszernek. Itt az a lényeg, hogy minél gyorsabban fölgyorsuljon a végsebességre, és azt egy puskacsőben többé-kevésbé tartja, vagy pedig egy picit tovább gyorsuljon, de egy pisztolycsőben is ugyanolyan teljesítményt képes elérni, vagy legalábbis megközelíteni, mint ha puskából lőttük volna ki. Azért be kell látni, hogy azért ez egy óriási előny, amennyiben tényleg önvédelemre akarjuk használni ezt a lőszert, vagy csak akár lövöldözni vele, célba lőni. És a 22 LR több mint 130 éves sikertörténetének nyilvánvalóan az egyik legfőbb oka, hogy olcsó. Magyarországon is az 50 darabos doboz mindössze 3000 forint környékétől már beszerezhető, miközben a 9 mm-es 6-7000 forintnál indul, szintén 50 darabos kiszerelésben. Úgyhogy az olcsósága az, hogy nagyon könnyen kezelhető, jó fegyvereket lehet e köré építeni, hiszen semmilyen visszarúgó ereje nincsen pontos, azért ez egészen biztosan sok-sok évtizedre még nagyon népszerű kategóriában tartja ezt a lőszert. Azért ne feledjük, a 22-essel, ha pontosan találunk, sokkal többet érünk, mint a 9 mm-essel mellé lövünk. És ezzel marha könnyű pontosan lőni. Jó, látjátok, az van ráírva, hogy pupi, illetve hogy puska oldal és pisztoly oldal, úgyhogy csak, hogy világos legyen, elsőnek a 22 LR Winchester lőszer, puska oldalra meglőve, közvetlen közelről. Akkor 22 LR Winchester lőszer pisztolyból kilőve. Akkor most nézzük a Federal cég hőmédelmi pisztolyból tervezett 22 LR lőszerét. Elsőnek pisztolyból a pisztoly oldalra. Most pedig ugyanez a Federal puskából kilőve.
230 papírtányérunk volt, 180 fehér, 50 darab kék. Ezen még látszódik benyomódás, de igazából ez csak átszakadások. A puskából kilőve meglepő módon a 150-nél ott vannak a mind a két puskalőszer. Tehát egészen a puskából kilőve mind a kettő egészen hasonlóan teljesített. A pisztolyból nagyon érdekes, 20-szal korábban, a 130-nál jutott túl az önvédelmi pisztolyra tervezett lőszer. Tehát nagyon közel van a 130 és a 150 papírtányér, azért nincs messze egymástól. Azonban puskából kilőve még a 100-at sem éri el, és az már beszakadás, még a 100-at sem éri el a rendes 22 LR Winchester puskalőszer. Tehát amit a pisztolyra terveztek, valójában tényleg a papírtányéron jól kijön, hogy pisztolyból közel olyan erős, mint puskából. Következő kör, 22-es Winchester puskalőszer, 6 darab 1 centis réteget lemez. De nézzük a réteget lemezen. A Federál önvédelmi 22 LR lőszere pisztolyból kilőve. Kettőt. Azt hiszem, ennél jobban nem lehet prezentálni ezt a dolgot. Nézzük csak meg. A negyedik rétegelt lemezben, közvetlen közelről, ha megnézzük, a puskából kilőtt, puskára optimalizált 22 LR lőszer nyomot hagyott, a pisztolyra optimalizált lőszer ugyanaddig jutott, ugyanolyan mély nyomot hagyott. Totálisan ugyanaz az impulzusa, pisztoly csőből kilőve ezt a pisztoly lőszert, jobban mondva 22 LR puska lőszert. Tíz darab lágya cél süteményes tálca a Federállal. Ez se volt ellenfél. És ne feledjük, ahova lehet lőni egyet, oda lehet lőni négyet, ötöt is. Hát azért a dínye egy kicsit megsínlette. Hát azért ez elég katasztrofálisan néz ki. A tálcákig szinte mindegyik eljutott, de azért a végéig már csak egy-kettő, ott már azért elveszíti az erejét. De hát azért passzus. Azért egy kis konklúziónak a végére, a 22-es pisztoly mindenképpen ajánlott kategóriába tartozik, ha sikerül még Magyarországon is megszerezni hozzá a tartási engedélyt sportcélra, hiszen föl lehet cicomázni, reddotot lehet rátenni, lámpával föl lehet aggatni, amivel rossz emberek szemébe lehet világítani. És nagyon jó gyakorló fegyver, olcsó hozzá a lőszer, és sok mindenre alkalmas. Ne feledjük azért a dínyét, rendesen szétnyitotta. 10 darab süteményes tárca, nem ellenfél. A rétegelt lemez is. Úgyhogy kezdőfegyvernek abszolút ajánlott kategória. Szevasztok! Már rögök. És a 22 LR 130, több mint 130 és a 22 LR több mint 130 éve sikertörténetének egy történetének. És a 22 LR több mint 130 éve sikertörténetének tén. Hát ezt nem hiszem, elgetszik. Történetétek.